Napsütéses időben bőghettek fel az Alfa Romeo-k motorjai Gunarasban. Az automárka hivatalos olajáról elnevezett versenyre a maximális 80 csapat jelentkezett az idei évben. Rendezvény a 22. Alfa Romeo Club Salini Rally, ez a teljes megnevezése. Nevében is benne a 22. alkalommal szervezünk az eseményt. Ez egy országjáró autós, ügyességi kirándulós program, aminek a lényege az, hogy minden évben az ország más-más régióját látogatjuk meg. A idei évben egy Dombóvár és környékre esett a választásunk. A versenyzőknek egy 150 kilométeres távot kellett teljesíteniük, különböző kihívásokkal és feladatokkal tűzdelve, természetesen a Kressz szabályai betartása mellett. A versenyzőknek egy 150 kilométeres távot kell nagyjából teljesíteniük, amihez egy titkos szintidő tartozik. A titkos szintidő lényege, a Kressz szabályait betartva, balesetmentesen, biztonságosan kell végighaladniuk közúton, tehát bármilyen autó teljesíthető, és közben 10-11 állomáson állnak meg és oldanak meg feladatokat. Az első Salina Rallyt 1999-ben rendezték meg. Erről és az Alfa Romeo Klub megalapításáról mesélt nekünk Takács Ákos, a klub elnöke. Amikor megalapítottuk ugye 26 évvel ezelőtt, akkor még nem ment minden olyan könnyen az autó alkatrész forgalmazásba, szervizelésbe. Akkor jóval több volt az a feladat, hogy segítsük egymást abba, hogy hát hogy kell szervizelni, honnan szerzünk a alkatrészt. Ez most már kicsit ilyen hobbi, még inkább hobbi lett. 12 rendezvényünk van egy évben, vannak kisebbek, vannak nagyobbak. Ez a néhány autóval indultunk 1999-ben, most pedig a maximális szintet 80 autót elértük. Az eseménynek köszönhetően még többen megismerhették az idén 50 éves évfordulóját ünneplő Gunarast, aminek kifejezetten örültek a verseny házigazdái is. Én örülök neki, hogy az Alfa Klub úgy döntött, hogy az országos rendezvényét Dombóváron tartja meg, hiszen Dombóvár tekintetében ez az év kiemelkedő, hiszen több 50 éves évfordulót ünneplünk, itt többek között azt is, hogy 1973. május 19-én megnyitotta a kapuit Gunaras fürdő. Remélem, hogy az ország minden részéről ide érkező versenyzők jól fogják magukat érezni Dombóváron és a környéken, és olyan élményekkel gazdagon távoznak innen, hogy visszavágyakoznak majd mindig Dombóvára. A táv teljesítését követően a versenyzők visszatértek a kiindulási pontra, ahol ebéddel és különböző programokkal várták őket a szervezők.